Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános kivetés, de nem tudom, hogy miről van szó, hiszen majd az első kártya mutatja azt, hogy mi a fő téma, és arra a témára vetem ki a kártyát. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, amikor nincs egy konkrét kérdés, viszont szeretnéd tudni az, hogy mi fontos, mire kellene odafigyelned. A díjam egy személyes jóslásnál 4000 forint. És megnézzük, hogy mi a fő téma. A szerencse. Mi hoz szerencsét számodra? Melyik életterületen lesz szerencséd? Itt látható ezen a képen a bosszú, a múlt, amikor voltak viták, veszekedések, nézeteltérések. Hát ez nem egy szerencsés dolog, de lehet, hogy ez lezárul, és lesz egy szerencsés fordulat. Azt is jelentetik a kártyák, hogy a lelki társad még egy párkapcsolatban él, és vannak viták, ami valószínű váláshoz vezet, és ez számodra természetesen előnyös. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket. Ha velük voltak félreértések, akkor most kibékültök, lesz egy szerencsés fordulat. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy te ártatlan vagy, de valaki hibáztatott téged valami miatt, és most kiderül az igazság, lesz egy szerencsés fordulat. Vagy ha tényleg arról van szó, hogy ő vállófélben van, akkor itt lesz egy új kezdet, egy szerencsés fordulat. A kasza elvág valamit, lezár valamit. Ez lehet az ő vállása, ez lehet egy munkahelyi változás, lesz egy új kezdet. Amit a kasza még jelenthet, hogy lesz ez a szerencsés fordulat, de azon hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya téged szimbolizál. Te lezárod a múltat, voltak félreértések, lesz egy új kezdet, egy új irány, és ez a döntés szerencsét hoz neked. Sőt, megjelenik itt a lelki társad, és én ezt mindig jónak tartom egy kivetésnél, ha a nő és a férfi mindkettő megjelenik, mert az jelenti azt, hogy összetartoztok, hogy van kapcsolat, vagy lesz kapcsolat. Tehát ő is lezár valamit a múltjából, lehet, hogy vállófélben van, és ez a szerencse kártyája azt is jelenti, hogy boldogok vagytok egymással. Itt az utak jelentik azt, hogy ez a férfi útban van hozzád. Vagy jelenthetik a döntéseket is, hogy lesz egy új irány, lesznek változások. Az is lehet, hogy kettőtök között voltak viták, ártatlan voltál, ő lehet, hogy megsértődött, de most lesz egy szerencsés fordulat, és hirtelen megjelenik előtted, hiszen útban van hozzád. És miért jön? Mert szeret téged, megjelenik a szerelem kettőtök között. És itt a szerencse jelenthet egy szerencsés fordulatot, vagy hogy ti boldogok vagytok együtt, és a múlt az lezárul. És ez volt az általános kivetés.
Amennyiben tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!